10. Talán úgy kellene, hogy befejezzem itt a mesét, mert ami ezután jön, már nagyon szomorú mese. A legkisebbik disznópásztor fiú elindult, hogy megküzdjön a hétfejű sárkánnyal, és hazahozza az elrabolt királyleányt, de még az üveghegyen sem jutott keresztül. Be is fejezném, hogy ne szomorítsak vele másokat, ha nem tudnám azt, hogy ott messze a Butka barlangjában ma is élnek még emberek, akik várnak rám. Ha nem tudnám azt, hogy ott messze az én hegyeimen és az én hegyeim alatt élnek még emberek, akik bíznak Istenben és várják az igazságot. Ha nem tudnám azt, hogy miképpen élnek, vérben és könyvben és nyomorban és kínban, mint a katakombák üldözöttjei. De mert tudom ezt, nem állhatok meg itt, hanem el kell mondanom azt is becsületes és emberséges őszinteséggel, hogy kiérkeztem a szabad nyugatra, de nem leltem meg az apostolokat, akikről a pap szólott volt azon a karácsonyon a Bokta barlangjában. Nem leltem meg őket. Találtam embereket, akik szívósan és konokkul küzdöttek a maguk életéért, dolgoztak idegen földön, mint a napszámosok, és fillért fillérre, tapasztalatot tapasztalatra gyűjtve haladtak előre, és építették újjá a maguk lerombolt életét. Ezek azt mondták, hogy a mi hazánknak vége van már, összecsapott fölötte a tenger, mely minden évezredben elnyel egy népet, és hogy menjen ki, amerre szeme lát, olvadjon bele idegen népekbe, és alapítson új otthont magának idegen földön. Találtam embereket, akik azt mondották, hogy a világpolitika játszik velünk, mint dióhéjjal a tenger, és nem lehet tenni mást, mint kivárni, amíg egy hullám újra feldobja a dióhéjat, melybe kapaszkodunk. Mert a politika nagyurai csak beszélnek a békéről, de nem akarják a békét. Csak beszélnek az emberi jogokról, de félnek az emberi jogoktól. Mert sem a béke, sem az igazság, sem az emberi jogok nem jövedelmeznek nekik semmit. Csak az üzletek jövedelmeznek, és egy szegény kis népigazsága nem üzlet senkinek. Találtam embereket, akik azt mondták, hogy a szerződésekről nem szabad beszélni, mert a szerződések csak arra valók, hogy megfékezzék a gyöngéket, de a hatalmasok akkor léphessék át, amikor nekik jól esik. Találtam embereket, akik azt mondták, hogy a mi hazánkat eladta Amerika az orosznak, még a háború elején, s hogy ez ellen nincs mit tenni. Találtam embereket, akik azt mondták, hogy vándoroljak ki és legyek telepes Kanadában, vagy birkanyíró Ausztráliában, bányász Dél-Afrikában, gyöngyhalász Isten tudja milyen szigeten. Találtam embereket, akik azt mondották, hogy nem érdemes semmit sem csinálni, mert néhány év van már csak hátra, és akkor az atombomba úgyis darabokra tépi a földet. Sok mindenféle embert találtam nyugaton, de apostolokat nem találtam. Én nem tudom, hogy mindabból, amit ezek az emberek mondtak, mennyi az igazság, de azt tudom, hogy akik az igazság és a béke apostolai, azok nem kívánhatják tőlem, hogy elvándoroljak idegen földre, és soha többé ne térhessek haza. Akik becsületesen hirdetik az emberi jogokat, azok nem akarhatják azt, hogy veszett farkasok módjára pusztuljanak el az emberek ott az én hegyeimen. Emberek, akiknek semmi bűnük nincsen, csak annyi, hogy 30 esztendeje adják, veszik őket, mint barmot a vásárban, és hazugságokat kiabálnak a fülükbe az igazságról. Én nem tudom, mi igaz abból, amit ezek az emberek nekem mondottak ott nyugaton a szerződésekről és az adott szó tisztaságáról. De annyit tudok már, hogy a világ tele van hazugságokkal, és ezekbe a hazugságokba belebonyolódtak talán még a legjobb szándékúak is, mint ahogy a légy belebonyolódik a pók hálójába. És éppen ezért mentem tovább, és kerestem az apostolokat, akikről a pap szólott, és akik az igazságot hirdetik minden szabad földön szabad embereknek. Megjártam a menekültek táborait, és láttam lerongyolódott és éhes embereket, akik úgy éltek éppen, mint annak idején mi a hadifogságban, összezsúfolva penészes odukba, sovány asszonyokkal és sápadt gyermekekkel együtt, és vártak valamire. Ugyanarra, amire azok ott, a Butkán, hogy az apostolok elvégezzék a maguk dolgát az igazsággal. Megjártam a hivatalok előszobáit is, és mindenütt azt kérdezték tőlem, hogy miért jöttem el, és mit akarok,
és amikor azt mondtam, hogy azért jöttem el, mert igazságot akarok, kinevettek, és azt mondták, hogy élelmiszerjegyet még tudnának adni, és esetleg munkát is tudnának adni, ha jól viselem magamat. De igazságot, azt nem árulnak sem boltokban, sem hivatalokban. Így mondották az urak, akik az íróasztal mögött ültek. Végül megtudtam, hogy az igazság szerető nagy nemzetek egy szervezetet hoztak létre, amelyik a menekültek dolgaival foglalkozik, és akkor elmentem oda is. 5 napig etettek híglevese egy sötét kaszárnyában. Idegen nyelvű emberek ordítottak reám és lögdöstek ide-oda. Végre a 6. napon betaszigáltak egy úr alé, aki magyarnak mondotta magát. A papírjaimat kérte, de nekem nem voltak papírjaim. Elmondtam, hogy vadőr voltam odahaza és szénégető, és azért jöttem, hogy elmondjam a mi dolgainkat azoknak az uraknak, akik az igazságot őrzik ezen a földön, és visszakérjem tőlük a hegyeimet és a szabadságot, amivel adósaim maradtak. Az úriember, aki magát magyarnak mondotta, nagyon szigorú lett erre, és megkérdezte, hogy voltam-e katona a háborúban. És én megmondtam neki, hogy voltam. Megkérdezte, hogy harcoltam-e a szövetségesek ellen. És én azt feleltem, hogy harcoltam az oroszok ellen, amennyire csak tőlem tellett. Megkérdezte, hogy saját jó szántamból harcoltam-e? És én megkérdeztem tőle, hogy mit gondol gazember, gyáva senki vagyok-e én, aki elbúvik, amikor harcolni kell a hazáért és a szabadságért? Ekkor az úriember, aki magyarnak mondotta magát, kijelentette, hogy sajnálja, de háborús bűnösnek nem vehetnek fel a szervezet védelme alá, és én azok szerint, amiket bevallottam, háborús bűnös vagyok. Mikor a kapun kimentem, odajött hozzám egy másik magyar, akivel együtt ettem 5 napig a híglevest, és megkérdezte, hogy sikerült-e. És én megmondtam neki, hogy nem sikerült, mert háborús bűnös vagyok. Az ember nevetett erre, és azt mondta, hogy nem lett volna szabad magyarhoz mennem, mert a magyarnak idegenben a legnagyobb ellensége mindig a magyar. Aztán, amíg együtt mentünk az utcán, elmondtam még, hogy azt a hatalmas, nagy szervezetet az Egyesült Nemzetek hozták létre, hogy védelmébe vegye a hontalanokat, és ételhez segítse őket, és hatalmas pénzeket kap a szervezet erre a célra. Sok mindent mondott még az ember, de engem már nem érdekelt. Nem érdekelt, mert láttam, hogy ez sem egyéb, mint egy olyan szándék, amelyik valahonnan nagyon fentről elindult tisztán, de elcsúszott a hazugság jegén, és a gonoszság sarában bemocskolódott. Aztán jártam az országutakat. Itt-ott munkába álltam, és ahol dolgoztam, ott elmondtam a velem együtt dolgozó idegeneknek. Ez és ez történt velünk ott messze keleten. És mindezért valaki felelős. De az idegenek vállat vontak, és azt mondták, nem érdekli őket. Minden rosszért a háborús bűnösök voltak a felelősek, de azokat összefogták már, és kivégezték. És így most már nem felelős senki azok közül, akik még élnek. De én nem hittem el azt, amit ezek az idegenek mondtak. Én azt hiszem ma is, hogy a háborús bűnösöket és a népek ellenségeit nem szedték eléggé össze. Nem nyomozták ki őket minden oldalon még. Mert nem tudom elhinni, hogy a föld népeinek valamennyi ellensége a legyőzöttek között bújt volna meg. Itt-ott munkába álltam, de aztán mentem tovább. Az apostolokat kerestem még mindig, akikről a pap szólott, akik az igazságért, a szabadságért és az emberi jogokért küzdenek, azokat az apostolokat. 2 év eltelt így, és nem találtam meg az apostolokat. Félelem fogott el néha, rettenetes félelem, hogy talán nincsenek is apostolok, hogy talán hiába várnak azok ott a butka barlangjában, a kovács, meg a pap, meg a doktor kisasszony, meg a többiek, a parasztok, szénégetők, a fadöntők, hiába várnak, és elkeseredett dű csikorgatta ilyenkor össze a fogaimat, és azt kívántam, bár jönne már az atombomba, és tépné darabokra ezt az egész hazug és gonosz világot. Aztán tegnap előtt történt. A kikötőben dolgoztam éppen, hordtam a zsákokat, és akkor megláttam egy nagy hajót, amelyikre úgy hajtották föl az embereket, mintha jók lettek volna. Fáradtak és lomposak voltak ezek az emberek, és láttam rajtuk, hogy éppen olyan üldözöttek és hontalanok, mint én, és éppen olyan hasztalanul keresték a maguk igazságát. Közelebb mentem hozzájuk, hogy lássam az arcukat,
és leolvassam róla az érzést, ami elfogja őket, amikor itt hagyják ezt a földrészt, amelyiken valamikor az otthonuk állott, és amelyiket el kell hagyjanak örökre, mert minden gyönyörű szónoklat, ígéret és szerződés ellenére sem élhettek rajta emberi módon. És ahogy ott álltam és néztem a sok űzött, szomorú embert, akiket durva ordításokkal tereltek föl a hajóra egy emberbaráti intézmény, emberhús kereskedőinek a hajcsárai, egyszerre csak megláttam köztük az öcsémet. Kiáltottam neki, megismert. Keresztül törte magát a tömegen, aztán ott álltunk szemközt egymással. Hát te mit keresel itt? Kérdeztem. Kivándorlok, felelte az öcsém, és az arca keserű volt. Az apostolokat kerested te is? Öcsém elvicsorodott, mint a harapós kutya. Nincsenek apostolok, mondotta. Még emberek is csak kevesen. Csak kalmárok vannak, gyárosok, tisztviselők, hivatalnokok, munkások és katonák. Apostolok nincsenek. Próbáltam megmagyarázni neki ezt a dolgot az igazsággal és az emberi jogokkal, de öcsém legyintett. Nem érdekel senkit az igazság, sem az emberi jogok. Mindenkit csak a maga igazsága és a maga jogai érdekelnek. A többi az mind csak üres jelszó. Frázis, amit elpufogtatnak a levegőbe, hogy eltakarják vele az üzleti céljaikat. Mert minden csak üzlet itt nyugaton. A mások szabadsága is, és a mások emberi jogai. Minden üzlet. Néztem az öcsémet, akit 3 éve nem láttam, és megkérdeztem. Honnan kerülsz ide? Oroszországból. Szöktem. Voltál-e otthon azóta? Nem. Tudod-e, mi lett a tieiddel? Öcsém arca elsötétedett. Nem érdekel, felelte. Ami otthon volt, az minden halott. Halott föld és halott ország és halott nép. Eladták, lemészárolták, meghalt vége. De én élni akarok még. Élni, érted? Mint az állat, vackot akarok kotorni magamnak valahol, ahol békében hagynak, és meleg ételt akarok a gyomromba. Más semmit nem akarok már. A feleséged meghalt, mondottam. Ezt tudnod kell azért. Kicsi Jóskát durdukásék magukhoz vették. Öcsém néhány pillanatig hallgatott, és maga elé nézett a földre. Mintha ellágyult volna kissé az arca. Nem érdekel, mondotta mégis sötéten. Új hazám lesz, új életem, ahol még nem rontották el a világot. Talán új asszonyom is. Új hazád? Kérdezte. Lehet az? Öcsém összeharapta a fogait. Mindent lehet, csak akarni kell. Hallgattunk. Én néztem öcsémet, az ő szeme pedig a tengert mérte föl, amelyik nem sokára örökre elviszi magával. Mondd, kérdeztem hirtelen. Kommunista vagy még? Rám nézett, és az arca kemény volt. Nem, mondotta. Nemzeti szocialista vagyok. Náci, ahogy itt mondják. Fasiszta. Addig szittak annak, amíg az is lettem. Aztán kezét nyújtotta. Szervusz! Megszorítottam a kezét, és tudtam, hogy utoljára látjuk egymást ebben az életben. Szervusz! És ha találkoznál mégis az apostolokkal? Nincsenek apostolok, felelte az öcsém határozottan, és föllépett a hajóhídra. Hidd el, hogy nincsenek. Csak üzletemberek vannak. Aztán a parton álltam, és néztem, ahogy a hajó lassan tovaúszott a vizen, és eltűnt a szemem elő. Egyedül maradtam, és éreztem, hogy egyedül maradtam, és ez rossz volt. Leültem egy kőrakásra, és néztem a vizet, és arra gondoltam, amit az öcsém mondott, és arra, hogy ezt nem szabad megtudják azok, akik otthon várnak a butka barlangjában. Nem szabad megtudják soha, hogy csak üzletemberek vannak a világon. Estig ültem ott. Este felé egy idegen úriember haladt el mellettem, és rám nézett. Szánalom volt a szemében, és felém nyújtott egy pénzdarabot. Megráztam a fejemet. Nem kell, mondottam neki, a pénzért tudok dolgozni még. Adja vissza az igazságomat. Adja vissza a békességemet. Adja vissza a hegyeimet. Az idegen úr csodálkozva nézett rám, és láttam, hogy csak szánalom volt a szemében, megértés nem. Nevetett. Bolond vagy, mondotta, és a pénzt odalökte a lábam elé. Aztán elment. És én egyedül maradtam a pénzzel, amit Alamizsnának adtak az igazságom helyett.
Ez tegnap előtt történt. És ma újra itt ülök a kőrakáson, és nézem a tengert. És ma még nem ettem. Talán ennek az idegen úrnak igaza volt, és bolond vagyok valóban. Mert nem tudok egyébre gondolni, csak arra, hogy ott messze keleten, az én hegyeim között véresre vert emberek élnek, őrületbe taposott nők, és kétségbe esésbe taposott férfiak, akik még mindig várnak valamire. Kunyhók mélyen lapuló parasztok, erdőkben bujkáló szénégetők, papok, rablók, eszelősök, akik még ma is bíznak abban, hogy vannak apostolok, akik érvényt szereznek az írott szónak, és valóra váltják az ígéreteket. És várnak a szabadságra, hogy lehessen újra fát dönteni, házat építeni, földet szántani, és örvendezni az életnek. Talán igaza volt annak az idegen úrnak, és csak ugyan bolond vagyok. De ma már tudom, hogy nem tehetek mást. El kell mennem oda, ahol a világ nagyurai esztendők óta gyűléseznek már, és szónoklatokat tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtókon, úgy be kell mennem az ablakokon. De oda kell állnom elébük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat. Nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és a mások szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni, és odaajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük, mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem ott a hegyek között? Majd előveszik a pénztárcáikat, mint ahogy azt a gazdagok szokták, ha nem tudnak megfelelni a szegények kérdéseire. De én azt mondom nekik, nem, urak, ne alamizsnát adjatok. Adjátok vissza a hegyeimet!